rendezvényen, ugye ismert a megjelentek előtt, hogy a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciójának rész országgyűlés az zajlik Majkán, és ennek keretében kerül sorba erre a fórumra. Engedjék meg, hogy elsősorban önöket köszöntsem, aztán pedig a frakció tagjait, az országgyűlési képviselőcsoport tagjait, és külön tisztelettel Molnár Gyulát, a Magyar Szocialista Párt elnökét. Mielőtt az elnök úrnak átadnám a szót, a mai beszélgetésünknek a témája az egészségügy volt, és délelőtt, illetve a délutáni helyszíni látogatásokkor sok hasznos tapasztalatot szerezhettek vendégeink. Remélem, hogy ez valamennyiünk javára szolgál, és ők is gazdagodnak, meg mi is gazdagodunk, úgyhogy azt gondolom, hogy egy eredményes napnak vagyunk így a második felében. Ajkáról, ugye egészségügyön lévén szó, néhány szót kell szólnom, hiszen így lenne, azt gondolom, hogy teljes a kép. Ugye Ajkán 30 ezer ember él, és a ajkai vállalatok, illetve az itt működtető cégek termelési volumene az a magyar GDP 1%-át állítják el. Tehát ugye ez 300 milliárd fölötti nagyságrendnek felelnek, ugye a magyar GDP-t ugye 30 ezer milliárddal azonosítjuk, és 15 ezer munkahelye van, ez abból a szempontból is egy jelentős tétel, hogy a rendszerváltás körüli időben mindegy 10 ezer munkahely szűnt meg a városba, ugye a szénbányák, 4 szénbánya volt itt annak idején, és a magyar alumínium, ugye a korábbi Tröstnek a vállalataiban is több mint 5000 ember dolgozott, a rendszerváltáskor 10 000 munkahely megszűnt. Ezt különböző módszerekkel egy részét sikerült pótolni, és ma így beszélhetünk egy ilyen 15 000-es munkahelyről, és jelenleg hát az a helyzet, hogy több mint 1000 munkavállalót keresnek az itteni cégek, nagy a kereslet, és hát ugye ennek vannak kedvező és kedvezőtlen hatásai, az ajkai ingatlanárak azok felmentek, itt albérletet már nem lehet kapni, és hát a bérek azok nem mentek fel még olyan szinten, Nandi, ezt neked mondom, mint ahogy ezt szeretnénk, de a jobb és erősebb vállalatok ilyen 12-13%-os bérfejlesztést megvalósítottak. Ugye ez a 15 ezer főt számláló munkahely állomány éves társasági adója az 1 milliárd. Ezt azért is mondom, mert biztos, hogy ez itt fölmerül, mert az ország jelenlegi hangulata az ugye a sport körül is bizonyára forog, hogy ebből a 1 milliárdból 700 milliót lehet felhasználni látványsportok támogatására. Hát ezt mi megközelítjük minden évben. Megközelítjük. Így építettünk egy fedett uszodát, most egy jégcsarnokot, stadionfejlesztésre mi is kaptunk 400 millió forintot, 400-at, és hát itt is azok a szereplők voltak jelen, mint az ország más részén, hangsúlyozom, hogy nálunk ebből különösebb probléma nem volt. Tehát ennyit így a nagy vonalakban a városról, esetleg még annyit, hogy a mi elvünk az az, hogy mi ösztönzünk mindent a teljesítmény érdekében, tehát az egyéneket, a cégeket. Például ebben a munkahelyteremtésben olyan ösztönzőt vezettünk be még a 2000-es évek elején, hogy minden egyes új munkahely létrehozásához 300 ezer forint visszanemtérítendő támogatást biztosítottunk előre, tehát nem az országos tendenciának megfelelően, és így hát több mint 1200 munkahelyet hoztunk létre, aminél viszont nagyobb volt ennek a hatása, hogy azok a cégek és befektetők, akik ezt látták, azoknak is megjöttek ebbe a befektetéshez, és sikerült így a városnak a gazdaságát stabilizálni. Most egy ilyen növekvő pályán van a város. Hát ezzel ellentétes tendenciát lehet megfigyelni az egészségügyben. Ugye, ha jól emlékszem, 12-ben államosították az ajkai kórházat,
Ugye az ajkai kórház az van, amikor 700 ágyas aktív ágyas kórház volt, és még 120 ágy tartozott hozzá Debrecen városából. Hát most ott tartunk, hogy ebből a 820 ágyból 250 az aktív ágy. Hát most sajnálom, hogy nincs itt Kökény Misit, legalábbis nem láttam, mert ugye délelőtt arról volt szó, hogy lágyak számát azt csökkenteni kell, kórházakat ugye nem kell építeni, de a lágyak számát igazából csökkenteni kell, és az orvosok számát is ehhez kell ugye hát harmonizálni. Hát ez megvalósult alkán, ahogy mondom, 250 aktív ágy van és 170 krónikus ágy. Hát az államosítás után nekünk megszűnt a ráhatásunk, hogy lényegében az ajkai egészségügyre is, mert ugye a szakorvosi ellátás is önállónak mondható. Annyit még az utolsó pillanatban elkövettünk az államosítás előtt, hogy jól járjon a város, hogy mindegy 1000 négyzetméter szakorvosi rendelőt az utolsó pillanatban sikerült a kórházba betelepíteni. Úgyhogy ezzel azt gondolom, hogy helyes cselekedetet hajtottunk végre a város javára, és a magyar egészségügy kárára, de ez így kettő együtt szerintem ez így elfogadható volt. Az államosítás óta, hát azt tudom önöknek mondani, hogy csak nőtt az orvosok elvándorlása, mindegy 50 orvos dolgozik a ajkai kórházban, ennek fele közalkalmazott, a másik fele pedig különböző más jogviszonyokban látja el ezt a feladatot. Várólisták azok nem csökkentek, hanem nőnek. Ugye a tartozást, Jolika ugye említetted a délelőtti megbeszélésen, azok sem jók, azok is rosszak, és hát még a rendszerből adódó probléma, gondolom, hogy ez mások is felmerül a állami irányítás kapcsán, hogy például az előző igazgatónk, akinek a megbízása most járt le, az ő indokát mondom, hogy ebben a rendszerben nem érdemes dolgozni, mert egy pitiáner dolognak az elintézéséhez, egy munkahely áthelyezéshez, vagy egy műszer beszerzéséhez évekig kell várni, amíg a kórházat irányító szervezeti hierarchián keresztül megy a kérés, és a feltételek hiába vannak biztosítva, akkor is ez egy olyan bürokratikus szervezeti vált, hogy ő azt mondta, hogy ő ebből aztán legszívesebben kilép, és hát így is tett. És a műszerezettség az nem javult, amíg az előző kórházigazgató időszakában, aki nem politizált, mammográf készülék is működött, CT is működött, most már csak egy CT működik, és például most délután beszéltem a kardiológus főorvossal, aki azért szünteti be a tevékenységét, mert ultrahangot sem biztosítanak a részére. Tehát ebből nem jó kép rajzolódik ki így a magyar egészségügyet itt a országos politikusok említették. Ezt a helyi tapasztalatokkal is alá tudjuk támasztani, hogy sajnos ilyen rossz a helyzet. Kicsit talán konszolidáltabb a nyáró betegellátás, 12 házi orvosunk van, mind a 12 betöltött, 6 gyermekorvosunk és 6 fogorvosunk van, még mindegyik működik. Ez egy kicsit úgy javít a helyzetet. Most ugye, ahogy mondtam, a mi lehetőségeik azok tulajdonképpen így az egészségügy ráhatásával megszűntek, nincsenek. Azzal próbálunk segíteni az itt élők helyzetén és az egészségügyi állapotán, hogy azokat a szűrővizsgálatokat szorgalmazzuk, amelyeket meg lehet ma kórház nélkül is oldani. Például most egy 2 éves versenyt indítunk a ajkai városrészek között, Ajkának 10 városrésze van, tehát a városrészek versenyeznek különböző feltételekkel, de ennek a versenynek egy kötelező feladata, hogy mindenki, tehát minden városrésznek részt kell venni egy kötelező szűrővizsgálaton. Tehát csak az benne a kötelező, hogy részt kell venni, de hát ugye ez nem is olyan egyszerű feladat, Nandi, mert mondjuk egy prostata vizsgálata jelentkezik az illető,
és meglátja a szívlapát kezű orvost, hát meggondolja, hogy ő részt vesz-e azon a szűrővizsgálaton. Tehát ilyen értelemben gondoltam, hogy beszélek a természetes személyek ösztönzéséről. Sajnos a férfiak egészségtudata az gyengébb, mint a hölgyeké. A hölgyeknek viszonylag jó az egészségtudata, azok szembe mennek nézni a problémákkal, tudom lenni, de is szembe mehetsz nézni, de az átlag férfiaknak nem ilyen jó az egészségtudata, azok nem néznek szembe, inkább azt mondják, hogy én inkább ne is tudjak erről a betegségről, akkor talán jobban járok, hát főleg az urológus szomszédságában lakik az illető. Hát, ugye, és Kóros Lajos barátunk, ugye Lajos egy ismert szaktekintély az országban, délelőtt beszélt az egészségügyhöz közel álló szociális területről is. A szociális intézményeink azok viszonylag jó állapotban vannak, a különböző csökkentések ellenére. Az önkormányzatnak a helyzete azonban nem jó. Ha jól emlékszem, amiről te beszéltél, hogy milyen feladatokat mondtak el az önkormányzatoktól, az talán két éve lehetett. Mi ezzel kapcsolatban több mint 100 millióval rosszabbul jártunk. Tehát azt a fedezetet azt elmondták, és azt az önkormányzatok, ha akarják, kell, illetve tudják biztosítani. Hát aki tudja, tudja, aki nem tudja, az nem tudja. Hát ugye ez jellemző, ez a módszer egyébként erre a kormányzatra, mert például az általános iskolák, ja, most nem téma, csak a példakedvéért mondom, az általános iskolákat, mikor államosították, nekünk 500 millióba, durván 500 millióba került az általános iskolai oktatás, de a kétszeresét volták el fedezetként, mondván, hogy a ti adóerő képességetek az jobban az országosnál, akkor tőletek többet vonunk el. Hát ugye ismerjük például Budaörs példáját, aki ugye ezzel kapcsolatban egy pert is nyert. Én mondom őszintén, mi akkor nem indítottunk pert, mert hát ilyen pergyűlölő helyzetben voltunk. De most utólag kicsit bánom, és hát most például egyik kollégám vizsgálja, hogy esetleg utólag mi is indíthatnánk egy pert, mert ilyen területen még nem pereskedtünk az államban. Úgyhogy ezt a lehetőséget még vizsgáljuk. De akkor én szerintem adjuk át a országos vezetőinknek a szót, és tisztelettel köszöntöm még egyszer Molnár Gyulát. Hajrá, MSZP! Szép jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Látom, hatalmas érdeklődés van a fórum iránt, sok média van. Hallottam, hogy különböző érdeklődők is vannak különböző helyekről, nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek lesz lehetősége bármilyen típusú kérdésről ma beszélni, hiszen az elképzelés, az a terv, hogy ma minden olyan dilemmára, kérdésre, ami esetlegesen feszít minket, feszít önöket, azokról megpróbálok szót váltani. Köszönöm én is polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, hogy ilyen kiváló feltételeket tudtak teremteni a frakció számára, mindenkitől azt hallottam, hogy egy sikeres és jó nap volt, és akkor képzeljék el, még csak most jön a java. No, nem tudom, hogy hányan sportoltak aktívabban, régebben vagy most is sportolnak. Biztos ismerik, tudják azt, van az a pillanat, van az az érzés, amikor az ember az egész életében készült a nagy versenyre. Pontosan tudja, hogy minden edzésmunkát elvégzett. Pontosan tudja azt, hogy fejben százszor végigfutotta azt a távot. És mégis van egy pillanat, amikor egyszer csak ott van már közel a célhoz, és valahogy elfogy a levegő. Valahogy az agyával tudja, hogy mit kell tenni, merre fele kéne menni, és mit kéne csinálni, de valahogy a test az mégsem akarja azt a dolgot megcsinálni. Ha megvan ez a pillanat, ez a kép, akkor ilyenkor a sportolók egy picit ugye előre dőlnek, és látjuk a tekintetükben az elszántságot, látjuk azt, hogy fáradtak, de nagyon elszántak. És ez az a tekintet, ami azt jelenti, hogy amikor a lehető legnehezebbnek tűnik a dolog, amikor majdnem úgy tűnik, hogy szinte reménytelenné válik az egész, akkor tudunk új energiákat mozgósítani. Akkor, amikor úgy tűnik, hogy majdhogy nem nehéznek tűnő, reménytelen a helyzet, akkor képes az ember arra, hogy újabb és újabb energiákat mozgósítson, és akkor van az a pillanat, amikor feláll, felemeli a fejét, elindul, és végigmegy a célig.
ebben a helyzetben vagyunk, azt szeretném mondani mindenkinek, nektek, nekünk, magunknak, mutassuk meg. Mutassuk meg, hogy mi megtanultuk ezt ott. Mutassuk meg, hogy tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni. Látszólag valóban, ma úgy tűnik, hogy egy kicsit nehezebb a helyzet. Igen, de mi vagyunk azok, az elmúlt évtizedekben sok ilyen nehéz helyzetből felálltunk. Mi tudjuk azt, hogy hogyan, miképpen kell csinálni. Ha segítetek, ha segít nekünk mindenki, ha mi magunkban elhisszük ezt, akkor higgyétek el, hogy sikerülni fog. Tehát az a lényeg, hogy mutassuk meg mindenki másnak is. Azért van, hogy beizdüljönök, hogy azért van, hogy néha rátámaszkodjak, és a kiváló nyíltekintetű képviselőkkel szembenézve, és a tanárnök asszonnyal szembenézve erőt meríthessek. Nos, a következő időszak nagyon érdekes lesz szerintem. Azt fogjuk mindenhol majd hallani, hogy kár elmenni szavazni, ez a választás eldőlt, nincs értelme, minden rendben lesz, maradjanak otthon, menjenek ki a kertbe, férfiak kocsmázni, akik túl vannak a szűrővizsgálaton, ahogy hallunk. Tehát nem kell itt már különösebben semmivel foglalkozni. És mi van ennek a hátterében? Legyen nagyon pontos, legyen mindenkinek nagyon világos ez a helyzet. Azt kérem, hogy értsék meg. A Fidesznek nincs több, és nem is lett több szavazója az elmúlt hetekben, hónapokban. A Fidesz nem foglalkozik már új szavazók megnyerésével. A Fidesz az elmúlt egy évben csak kizárólag a saját meglévő 2 millió 2 szavazóját hergeli, regisztrálja, amikor ilyen kamu konzultációs kérdőjöveket kitöltett, és utána pedig megpróbálja elvinni őket szavazni. Van egy jó hír, mert általánoskodott Lajosra ismét egy biztos támasz a nehéz napokban, szóval van egy jó hír, hogy mi eddig úgy számoltunk, hogy 2 millió 2 szavazójuk van. A jó hír az, hogy már csak napok vannak hátra a kérdői visszaküldésig, és még csak 1,6 millió küldte vissza, itt fejek fognak hullani. Ezt tudom mondani. Nem lennék most Kubató Gábor helyébe, de róla van még, szerintem meg fogunk emlékezni. Szóval, az a helyzet, hogy nekik az az érdekük, hogy Magyarországon ne menjen el több, mint 4-4,5 millió ember szavazni. Azt fogják mondani, hogy hagyják ezt, folytatjuk, jó lesz, hajrá Magyarország, hajrá előre. De ha mi ezt elhiszük, ha mi hagyjuk magunkat, hogy azt mondjuk, hogy á, mindegy, úgyse tudom befolyásolni a dolgot, úgyse az én szavazatomon múlik, akkor azt tudom nektek mondani, kedves barátaim, hogy úgy fogunk járni, mint az az egyszerű angol fiatal, aki azt mondta, hogy úgyse lép ki Anglia az Európai Unióból. Hogy lépett neki Anglia az Európai Unióból, hiszen Anglia maga Európa az értékeivel és a hagyományaival. És egyik reggel fölkelt, és néhány, nem mondom ki miatt, egyszer csak Anglia nem az Unió tagja. És nézzétek meg, hogy hol vannak most azok a politikusok, akik akkor nagy hangon azt mondták, hogy milyen jó lesz Angliának az Unión kívül. Hol vannak ők? Eltűntek mind. De az angol emberek pedig ott vannak, és azt látják, hogy most arról kell tárgyalni, hogy mennyi pénzt kell kifizetni, és hogyan nem fognak tudni majd olyan könnyedén Európába utazni. És hogyan, miképpen működik az, hogy a vámok és a kereskedelmi történetek már nem olyan egyszerűek. Szóval azt akarom mindenkinek mondani, és ez a kérésem, hogy ezt értsétek meg. Nem tudunk mit kezdeni azzal, ha valaki később azt mondja, hogy miért nem szóltatok. Ha szóltatok volna, elmentünk volna. Nincs ilyen. Most szólunk. És kérek mindenkit még egy dologra. Egyszer egy szlogen bejön, akkor szerintem használni kell akkor is, ha nem mi mondtuk. Szóval azt akarom mondani, hogy ha minden szavazónk meg tud győzni egy bizonytalan. Egyetlen csak arról, hogy menjen el. Ezt majd a többiről dumálunk később. Tehát most az a kérésünk csak, hogy mindenki a következő másfél-két hónapban győzzön meg egy bizonytalan. Az a kérésem, hogy beszélgessenek szomszéddal, beszélgessenek ismerősökkel, mert hogyha meg tudjuk csinálni azt, hogy a választásokig minden szavazónk, ugye az a 7-800 ezer ember, ami még biztosan van, és számítunk is rájuk, hogy bíznak még bennünk, az meg tud győzni kettőt, akkor azt számolják ki, hogy az ugye 2 millió 1, 2 millió 3. Azt tudom mondani, hogy akkor egy biztos, hogy a Fidesz nem fog győzni. A többiről meg majd később dumálunk, ugye ezt mondtam. Tehát ez most szerintem a legfontosabb feladat. Úgyhogy használjuk újra azt a szlogent, mondom, egyszer valakinek bejött, győzöm meg mindenki legalább 2 bizonytalan 2018. április 8-áig, ez a feladat. És azt is szeretném mondani, hogy legyen mindenkinek egy nagyon komoly felelősség ott a fejében.
Mindig azt mondják a politikusok, hogy ez nagyon fontos választás lesz, életünk legfontosabb választása, de egyet higgyenek el, ez csak nekik van így. De most új helyzet van, most önöknek is. Mert általában egy normális világban leszavaznak az emberek, és utána nem foglalkoznak ezzel az egésszel. De most szerintem más a tét. Ha ez a hatalom kap még 4 évet, bármilyen formában, akkor be fogják fejezni a nagy művet, és nem úgy, mint a költő mondja, hanem be fogják fejezni, vagyis ellopják, amit el lehet, eltüntetik a nyomokat, amit el lehet, és végleg át fogják alakítani Magyarországot. Egy másik ország lesz. Ne foglalkozzanak azzal, mert szerintem súlyos következmény lesz annak, hogy mi lesz a pártokkal, mi lesz a pártpolitikával, de ez a legkevesebb. Hanem az a kérdés, hogy milyen ország lesz, és milyen esélye van ennek az országnak arra, hogy ténylegesen a 21. században éljen. Azért nagyon nagy kérdés, hogy Orbán Viktor ebből a szempontból a jövő embere, vagy pedig a múlt utolsó maradványa. Azért kell mindenkinek szavazni, azért kell mindenkinek 2018-ban elmenni választani, hogy ő a múlt utolsó maradványa legyen. Küldjük őt el arra a helyre, ahol való, legyen lábjegyzet a magyar történelemben, és az se fényes, semmiképpen sem külön fejezet. Arról szeretnék beszélni, röviden itt az elején, ne jegyenek, mert nem leszek el nagyon hosszú. De így nekem fogom érzékelni a teremben, hogyha már látom, hogy nagyon sokan mozognak, vagy hátul felállnak, akkor ígérem, hogy lerövidítem a dolgot. Szóval a háromféle válság van Magyarországon egyszerre. Ezekről nagyon röviden fogok pár szót szólni. Van egy nagyon komoly politikai válság, gazdasági válság és társadalmi válság is van. A politikai válság az érdekes módon az embereket nem szokta érdekelni. Pedig szerintem fontos, hogy erről mi beszéljünk, vagy legalábbis váltsunk szót néha-néha. Egyszerűen valahogy tudomásul vettük, hogy ezt meg lehet csinálni. Hogy meg lehet csinálni Magyarországon azt, hogy a parlament kiürül. Én emlékszem, amikor még kezdtük a parlamenti politizálást, egy parlamenti bizottsági ülésnek volt nyilvánossága. Azt, hogy mi történik egy bizottsági ülésen, arról beszélt a világ. Ma a havi parlament leszűkül arra, hogy napirend előtt ki mit mondott, meg az azonnali kérdésekre. Képviselő indítványokkal lehet Magyarországon kormányozni, amit előző este nyújtanak be. A parlament elvesztette azt a jellegét, ami valóban egy kontroll, valóban egy olyan típusú hely, ahol az országot valamilyen módon alakítják. Alkotmánybíróság, nevetséges. Tényleg sajnáló, tiszteletben álló emberek, nem lehet úgy alkotmánybíróságot csinálni, hogy a hatalomnak próbál megfelelni. És azt mondja valaki ma Magyarországon, hogy független ügyesség, szerintem az majdnem olyan, mintha Bödöcs Tibor egy poént elsütne egy komolyabb stand-up komedival. Tehát nincs olyan, hogy független ügyesség Magyarországon. Köztársasági elnök. Elvesztette köztársasági elnök jellegét, ugye azt hiszem, a Tóth Berci használta ezt a kifejezést. Tehát azt szeretném mondani, hogy olyan, amire azt hittük, hogy ez örökké van, ezek megszűntek, kiürültek ezek az intézmények. Sajtószabadság. 94%-a egyes szakemberek szerint, Zsolgyi Laci bácsi barátom, ha esetleg az élő adást nézi, akkor neki üzenem, mindig egy blogba meg szokott engem karcolni, hogy honnan veszem a 94%-ot, én ezt olvasom, és azt mondják szakemberek, 94%-a a magyar sajtónak kormány, közeli kormány, vagy olyan vállalkozó, akit valamilyen módon áttételesen a kormányhoz kötünk. 94%-a a sajtónak ilyen kezekben van. 6% van ugye elvileg szabadon, de ugye azt is kérem, hogy majd valamilyen szempontból kritikusabban nézzék velünk kapcsolatban, mert ott sem ugye egyértelmű a dolog. És akkor beszéljünk arra, amiről a polgármester úr beszélt helyesen, mert az önkormányzatiság 90-es években a legnagyobb vívmánynak gondoltuk azt, hogy a hatalom úgy van megosztva, hogy a helyben lévő problémákat itt tudják a legjobban. Ha most itt lenne a megyei elnök barátom, és megígértem neki, hogy megemlékezek róla név szerint. Beteg, úgyhogy közösen kívánjuk jobbulást Gőgő Zolinak, esetleg egy tapsalat. Akkor ez neki szól mindenképpen. Ha most ez Zoli mondaná, Zoli szájában ez hitelesebb, figyeljetek el, én egy ilyen városi gyerek vagyok, de azért a mondat szerintem jó, úgyhogy elmondom. Az az önkormányzatiság lényege én szerintem tök egyszerűen, hogy minél közelebb van a gazda szeme, annál jobban hízik a jószág. Most az a gazda szem, amelyik ott van,
valahol itt mondjuk Veszprémbe, vagy ne adj Isten, még annál is följebb Budapesten, akkor ez a jószág bizony-bizony eltunyul. A legrosszabb az, hogy ott esetben meg is dögök, ugyanitt, ahogy itt az egészségügyben az oktatás kapcsán beszéltél. Tehát nem akarom ezt szószosan ragolni, csak azt szeretném, ha mindenki érteni, hogy nagyon könnyen átsítunk mi afelett, hogy itt mindent csak így át lehet alakítani. Ugye a politika az olyan egyszerű, hogy jön egy bátor ember, van egy többsége, és kidob mindent, amit egyébként évszázadok alatt megszoktunk, és évtizedek alatt Magyarországon megépítettünk. Ha nem tudjuk, ha nem vagyunk képesek arra ellenzéki politikusok, és nem tudjuk azt megmutatni társadalmi nyomással, hogy ez nem az a Magyarország, amit mi akarunk építeni. Mi nem gondoljuk azt, hogy a demokrácia azt jelenti, hogy valaki megnyer, az mindent visz. Most nem a lopásról beszélek, majd esetleg arról is szólhatunk pászok. Kell szólni a gazdasági ügyekről is. Nem irigylem a gazdaságpolitikával foglalkozó képviselő barátaimat, szomszédos körzet képviselőit szeretném mondani. Mert nyilván nehéz helyzetben van, ha szigorúan a számokat nézzük, egy gazdaságpolitikus. Mert ugye mi a helyzet? Van egy gazdasági növekedés, 3,6% körül ugye papíron, de ugye ha hozzáteszünk azt, hogy GDP arányosan 4,5-5% az az uniós támogatás, amit kapunk, akkor a matematika mai állása szerint a sokat szidott Brüsszel unió nélkül, ez bizony Magyarországon mínusz 1,1-1,5. Tehát ha nincs EU pénz, ha nincs az a pénz, amit egyébként szídunk, akkor valójában Magyarországon saját teljesítménnyel nincs gazdasági növekedés. Valóban csökken az infláció, valóban nőnek a reálbérek bizonyos szektorokban, de én azt állítom és azt mondom, hogy majd egyszer, mikor vissza fogunk tekinteni a történelemkönyvekbe erre a 8 esztendőre, és most kicsit jószű vagyok, ezt a pár hónapot megadom már nekik, tehát most már ne roppadjanak össze, bírják. Ah, mert még nem vagyunk kész a megállapodással, és egy pár napon megveszünk, úgyhogy nyugodtan megcsinálják. Szóval, amikor vissza fogunk tekinteni erre a 8 évre, akkor azt fogják majd mondani a mi unokáink és a történészek, hogy Magyarország elvesztegetett 8 éve volt. Magyarország elvesztegetett 8 évet akkor, amikor a világgazdaság működött, amikor nem volt a közelben háború, amikor a legnagyobb kereskedelmi partnerünk és egyébként politikai szövetségesünk Németország gazdasága szárnyalt, amikor az Európai Unióban nagyon komoly források álltak rendelkezésre, a gazdaság növekedett, akkor Magyarország nem olyan ipart épített, nem olyan országot épített, amelyik jövőt termel, amelyik itt tartja az unokáinkat és nem külföldre viszi, amelyik pénzt hoz, hanem akkor ebben az időszakban mi azt a pénzt kövekbe fektettük. És ezekből a kövekből stadiont építettünk. És ez lesz a legnagyobb bűne és a legnagyobb felelőssége Orbán Viktornak és csapatának. Majd egyszer a bukás után ezek a stadionok lesznek a bukott Orbán rendszer szimbólumai. Ahol felnő a gaz, ahol ott lesznek az üres szektorok. Mert ezek a stadionok is féltes tehesség. Szeretem a focit. Teszek egy vallomást, magam is futballoztam ifjú koromban. Tehát nem arról van szó, hogy nem kell a sport, nem kell a futball. Csak az a helyzet, hogy valami helyet nem lehet stadiont építeni. A stadionok nem pénzt hoznak, a stadionok pénzt visznek el folyamatosan. És ez így lesz még nagyon sokáig sajnos, legalábbis addig, amíg változás nincs. No, ami a társadalmi válságot illeti, én tudom, hogy nagyon sokat beszéltek ma a kollégák, úgyhogy ebből a szempontból nem is akarnék hosszasan kitérni a dolgokra, de azért szeretném, ha mindenki világosan látná is. Picit elmerengeljenek ezen, és hogyha lehet, el is mondanák néhány embernek. Itt nagyon csúnyán be vannak ám csapva az emberek. Tehát az, amit itt a 94%-os média propagandaként el tud adni, az egy nagyon-nagyon csúnya dolog. Ugyanis Magyarország legnagyobb problémája az elmúlt 5-6 évben az, hogy hihetetlen módon ketté szakadt. A szegények körülbelül, ugye azok a számok, hogy kb. 10%-kal nőtt az alsó 25-30% szegény embereknek a jövedelme. Miközben felül a felső decilis, ugye ezt szokták a szakemberek mondani, még a felső 5-10%-nak használjuk ezt teljesen, annak pedig 55%-kal nőtt az egyébként is magas jövedelme. 17-szeres ma, ugye az a szám, amit használunk, 17-szeres a különbség az alsó és a felső rész között.
3 millióról 4 millióra nőtt Magyarországon a szegények száma. És most gondolják végig a saját életüket, vagy gondolják végig a szomszédjaikat, hogy hány olyan család van ma Magyarországon, ahol ha valami történik, ha valami történik, annak ne nagy bajt gondoljanak. Elromlik egy komolyabb háztartási gép, történik egy baleset, kisebb, van-e egy hónapi tartaléka arra, hogy megfinanszírozza az életét egy hónapig? Képes-e ma a magyar családok mindegyike arra, hogyha nyaralni akar menni, ezt könnyedén meg tudja tenni bármikor? Képes-e a magyar családok jelentős része arra, hogyha úgy gondolja, hogy szeretne egy hétvégét valahol eltölteni, vagy szeretne színházba menni, ezt könnyedén meg tudja tenni? Ez a szegénység, kedves barátaim, az emberek ezt nem tehetik meg. És amikor egy kulcsos adóról beszélünk és rezsicsökkentésről, akkor jelentős részben ezek a áldöntések eredményezték azt, hogy egyre több pénz maradt bent, és egyre kevesebb lehetőség van lent. Ezért aztán mi azt mondjuk, tegyük igazságot. És azt mondjuk, és erről fog szólni a választási programunk a következő hetekben, hónapokban, végre hagyják nekünk, hogy azzal foglalkozzunk, arról fog szólni, hogy egy igazságos, normális, európai Magyarországot akarunk. Igazságot kell tenni az oktatásban, az egészségügyben, az adórendszerben, a gazdaságpolitikában és a szociálpolitikában. Ez a cél. Tehát igazságos Magyarország, ezt kérem, hogy ezt jegyezzétek meg. Nagyon köszönöm a tapsot, mert én tudtam legalább volt fizetni. A kettő dologra szeretnék viszont külön megszólni. Ez a oktatás egészségügy. Nem csak azért, mert ez a mai napnak többé-kevésbé a mottója, hanem azért fontosnak tartok. Egyszerűen megdöbbent és elképesztő, és nem értem, hogy mi vesz rá egy hatalmat, amelyik magát felelős nemzeti kormánynak mondja, hogy ennyire nem tesz pénzt az oktatásban, hogy ennyire hagyja lezülleni az oktatást, hogy ennyire hagyja azt, hogy valójában most egy korosztály úgy nő fel, hogy nem tanulni megy oda be, hanem magolni, hogy nem megérti a folyamatokat, hanem csak valamennyire mechanikusan tudja. És akkor pár nappal ezelőtt kijön egy európai felmérés, hogy az a PISA-teszt, és kiderül, hogy a kombinációs megoldó képesség a magyar gyerekeknek az egyik legrosszabb Európában. Szóval biztos vannak itt Facebook rajongók, sok fiatal hölgy és úr van itt a teremben, látom, tehát biztos szokták olvasni a Facebookon az ilyen összeesküvés elméleteket. Én nem vagyok ilyen összeesküvés elmélet párti, de tényleg az ember elgondolkozik azon, hogy nem arról van itt szó mégiscsak, hogy ezek azt szeretnék, hogyha a felnövekvő generáció. Ezt nem akartam mondani, és akkor mondták, akkor most én kapcsolom meg önöket. Szóval igen, szóval, hogy mi van akkor, ha ez a cél? És azért megmondom őszintén, ennél cinikusabb dolgot nem tudok elképzelni. És beszéljünk az egészségügyről. Lehet, hogy most egy csúnya szót fogok használni, és elnézést kell, kértségesen. Milyen ország az, ahol az emberek nem mernek bemenni a kórházba meggyógyulni, mert attól félnek, hogy meghalnak. Látom borogatósokat. Tehát, hogy az a helyzet, hogy azért félek bemenni a kórházba, mert bele fogok halni másba, mint amivel bementem. Tehát micsoda dolog az, hogy egy olyan kórházi rendszer van Magyarországon, hogy egy kétnapos halottat találnak a kórház vécében. Ez legalábbis egy dolgot biztos jelent, hogy abban a vécében két napban nem volt takarító, ugye? Most a halottról még hagyjuk is. Patkány esik valakire például a kórházban. Szóval mi kell ahhoz egy országban, hogy egyébként egy olyan egészségügy legyen, hogy az emberek attól félnek, hogy valami olyan fertőzést kapnak, amiben adott esetben egy tök egyszerű műtét esetében is bele fognak halni. Ez ma a magyar egészségügy. Orvosaink külföldön, fizetések alacsonyak, a gyógyszert a beteg viszi be, az étel pedig ehetetlen. Ez ma a magyar egészségünk. De akkor tegyünk fel egy nagyon fontos kérdést. Miért hagyjuk? Miért van ilyen csönd Magyarországon? Miért tűrik ezt az emberek? Mi a túró van amögött, hogy egyébként olyan alapvető dolgokban, mint a nyugdíjuk, mint az egészségügy, mint az oktatás, cinikusan a pofánkba rőg ez a hatalom, közben a saját hobbiára költi a pénzt, pofátlan módon lopnak az elitje, és gyarapszik, és eközben pedig mi azt mondjuk, hogy hát de legalább nemzeti, vagy nem tudom, vagy legalább olyan rendes ember. Szóval azt szeretném mondani, és akkor itt még egyszer megismétlem, mondjuk már el mindenkinek, magunk körül, el kell menni szavazni. Ezeket el kell zavarni. Sokkal nagyobb a baj, mint amit
mint amit látszólag gondolnak és mutatnak. És nekem van egy megfejtésem, vagy gondolok valamire, de nyilván mindig az ember nehéz helyzetben van, amikor ilyen kiváló városban és kiváló városvezető van, hogy ugye? Gondolod, nyugodtan dicsérjék, írja. Szóval, szerintem az a legnagyobb baj, hogy mi magyar emberek úgy vagyunk ezzel, hogy ülünk otthon, és lehet, hogy arra gondolunk, hogy lehet, hogy tényleg mindenki másnak jobb, csak én vagyok ilyen élhetetlen. Lehet, hogy tényleg úgy van, hogy mindenkinek jó az élete, csak én vagyok ilyen tehetetlen valaki, aki nem tudom ezt megoldani. Szóval azt javaslom mindenkinek, beszélgessenek egymással. Nem most, most én beszélek, de utána. Meg hogy a szomszéddal. Kérdezzük már meg egymást, könyörgöm, a piacon, az utcán. Ne legyen az, hogy elmegyünk egymás mellett, hogy te. Neked jobb? Neked tetszik, ami itt van? És lehet, hogy az a vége, hogy kiderülne, hogy valamire mindenki úgy gondolja, hogy csak mindenki azt hiszi, hogy lehet, hogy csak én vagyok ilyen tehetségtelen. Mesélek egy történetet itt a önöknek. 2002, emlékeznek rá? A Orbán, első Orbán kormány, Medgyessy Péter. Megvan még. Akkor volt a legmagasabb részvétel Magyarországon, 72%-ot a választáson részvétel. Ez azért tartom fontosnak, mert valamennyire ezt szeretném önöknek most itt végig a következő időszakban is elmondani, hogy a részvétel az nagyon fontos dolog. Kétfordulós volt még a választás, volt még egy demokratikus világban volt. Akkor volt a legendás testnevelési főiskola beszéd, amíg megvan valakinek. A gyűlölet beszéd első tetten érhető és kézzelfogható pillanata. Sőt, ott volt egy nagyon fontos dolog, hogy kitérőként most így eszembe jutott, hogy elkezdtek kokárdát használni azok, akik emlékeznek erre? Igen. És azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos pillanat volt az ellenzék életében, vagy a mi életünkben, hogy ott nem voltunk elég bátrak és figyelmesek. Ott kellett volna világossá tenni azt, hogy a nemzeti szimbólumok nem kisajátíthatók. A nemzeti szimbólumok nem használhatók egy politikai pártnak kizárólagosan. Olyan nincs, hogy csak valaki igazi magyar, a másik pedig nem. Mindannyian azok vagyunk, csak másképp gondolkozunk bizonyos kérdésekről. Na, de elkanyarodtam a dolgokhoz. Következő volt. Akkoriban egy nagyon módos sebészházas pár volt a szomszédunkban, ott laktak. Mind a ketten sebészek voltak, a férj és feleség is. És a választás előtt átjöttek hozzánk így este, és azt mondta a feleség, hogy hát őszintén elmondja nekem, hogy hagyományosan nem annyira szeret minket, tehát nem másképp nevelték, mással az előélet, ő nem. De most olyan történt, hogy azt mondta, hogy bármi lesz, ő el fog menni szavazni, és ránk fog szavazni, mert nem akar ilyen országban élni, ilyen megtörtént. És mi történt? Azt mondja, hogy hazajött a kislánya, aki óvodás volt akkor, és hazahozott egy narancsot, és azt mondta, hogy anya az bobonéni küldi, és azt üzeni, hogy ti tudjátok, hogy mi a dolgotok. És azt mondta, hogy na, ilyet nem lehet csinálni. És ugyanez a helyzet van, értsétek meg, és higgyétek el. Csak most nem küldnek a óvodás gyerekkel narancsot, de sokkal rosszabb, mert a 94%-ban elküldik azt a médián keresztül, amit ők gondolnak a világról. Úgyhogy az a lényeg, hogy ne hagyjuk ezt a dolgot. Viszont most rá szeretnék térni egy konkrét dologra. Botka Laci barátom ugye belevágott ebbe a miniszterelnök jelöltségbe, és szerintem egy jó lehetőség volt. Sajnálom, hogy a körülmények és a partnerek ezt akkoriban nem tették lehető, hogy ezen az úton végig menjünk. Volt neki egy nagyon erős mondata február 16-i beszédében, ugye az első olyan jelentősebb program, alkotó program bemutató beszéde, amit én most szeretnék egy picit megmagyarázni, értelmezni és világosan a helyére tenni. Azt szeretnénk mindenki számára világossá tenni, hogy tanultunk a hibáinkból. Azt szeretnénk mindenki számára világossá tenni, hogy nem kell félni a szocialistákra való szavazástól, nem akarjuk visszahozni a 2010 előtti világot. Tudjuk azt, és most félértés teljesség, nem egy embert szeretnék fellengére állítani, nem egy embert szidok. Tudjuk azt, hogy a stílusában és végeredményében nem volt sikeres kormányzás. És elég okos embernek tartjuk magunkat ahhoz,
hogy megtanuljuk a hibáinkból, hogy mit nem lehet megismételni. És még ennél is okosabbak vagyunk, mert tanulunk mások hibáiból is. És bizony ezek követnek el sok hibát. Tehát mi már 16 évnyi hibából tudtunk tanulni. Nem fogunk senkitől bocsánatot kérni, hanem azt mondjuk mindenkinek meghajolva, kellő alázattal, hogy vezekeltünk már eleget. Tanultunk a hibáinkból, mást fogunk csinálni, és olyan országot fogunk építeni, amelynek az alapja az lesz, hogy egy igazságos, normális ország legyen. És szeretném a normális szót is értelmezni, mert nem tartom azt normálisnak, hogy baráti köröket és családokat szakít szét a politika. Nem tartom azt normálisnak, hogy nem lehet egy ebédet úgy végenni egy családban, hogy ne kezdjenek el politizálni és ne veszekedjenek. Az nem lehet, hogy régen együtt jártak emberek kocsmába, most pedig azért, mert valaki a politika valamelyik oldalán van, azt szerint nem képes együtt lenni. A politika normálisan arról kell, hogy szóljon, hogy önök az átlagosan politikával foglalkozó emberek 4 évente elmennek szavazni, leszavaznak, utána isznak egy jó fröccsöt, és azt mondják, hogy mostantól kezdve megnézzük, hogy bejött-e a lottóötös vagy nem. Jó szavaztunk, vagy nem szavaztunk jól. És ahogy egyszerűen mondják normális demokráciában, ha nekem több lett a jövedelmem, nekem gyarapodott a vagyonom, nekem az ingatlanom többet ér, engem békén hagytak, én megkapom azt a szolgáltatást, az adómért, amit akarok, akkor ez a hatalom marad. És nem érdekel engem, hogy milyen színe van, de hagyjon engem békén. Mert ez egy normális világ. És nem pedig az, hogy bizonyos szempontból olyan megosztottságot állítunk elő, ami mesterséges. Amiben megmondom őszintén, amennyire én látom, a normális emberek többsége feszeng. Mert kínos az, hogy az ember nem tudné azonosulni azzal, de mégse állhat ki a sorból, mert az emberi természet valamennyire ilyen. 5 dologról fogok nagyon röviden beszélni. Mennyi ideje beszélni? Bírják még? Na, 5 dologról fogok beszélni, körülbelül az, amit így el is kezdtem. Ami az oktatást illeti, mert ez ugye az egyik fő téma, elmondtam a helyzetelemzéssel kapcsolatos, elképesztő meggondolva. Ezért azt tudom mondani, hogy az egyes számú feladat a következő kormánynak az az, hogy az oktatás ügyet tegye rendbe. Azonnal. Szabadítsa fel a tanárokat abból a békörben most vannak. Szabadítsa fel a gyerekeket abból, hogy kötelezően ugyanabból a könyvből ugyanazt a butaságokat kelljen tanulni. Tanuljanak meg tanulni, tanulják meg azt, hogy a 21. század miről szól. Én azért, azért nem nyertem országos tanulmányi versenyt, ezt akarom mondani, mert hogy egy függvénytáblát nem lehetett használni az egyik fordulóban. Függvénytáblát, emlékeznek még rá? És én meg ugye olyan voltam, hogy én nem nagyon tanultam meg dolgokat, azért van a függvénytábla. Ma pedig az van, hogy kinek van még otthon Révai nagy lexikona, hiszen mindenkinek van egy kis telefonja, vagy egy kis gép, aztán megnézzük, mi van. Szóval az erkölcs fontos, a vallás, a hitélet fontos, minden fontos, de magyarul beszélni, számolni, eligazodni a világban a problémák között, az mindennél fontosabb, mert ez az, amit az iskola meg kell, hogy adjon. Úgyhogy azt mondjuk, illetve is a barátom itt volt ma, de már visszatért a TS fővárosba, azt mondta, hogy ezeket mindenképpen mondjam el. Tehát minimum 6% GDP arányosan, amit azonnal az oktatásra kell fordítani. Azonnal azt kell ajánlani ilyen bölcs és okos városvezetőknek és módos városnak, ahol 1 milliárdos bevétel van, és ilyen jó az adóerő képesség, most el is árultat, felírtam, hogy azok a városok, települések, akik akarják, visszavehetik az iskoláikat, visszakapják az iskolákat. És megint gondoljanak Gőgös Zoli mondatára, a gazda és a jószág szempontjából. Én ugye voltam polgármester, talán néhányan tudják, sikeres és jó polgármester voltam. Nyugodtan elmondhatod, mert gondolom nincsenek itt 11. kerületiek, de lényeg az, hogy... Ja, de hogy nem, Pista. Szóval körülbelül 40% az, amit egy önkormányzat akkoriban minimum hozzátett a normatívához. Néha a gimnáziumhoz 50%-ot is hozzátettünk. Tehát annyi pénzt hozzá tudtunk tenni, az igazgató kiválasztása, a tanárokkal való speciális foglalkozás,
És minden egyéb, amitől egy iskola pluszban iskola. És attól még az államirányítási dolga nem változik meg. Csak az, hogy azok a feltételek, amiben azt teszik, azok teljesen mások és teljesen más körülmények között működhetnek. Mondok most két dolgot. Mint még egyszer, tényleg akarom mindenkit dicsérni, majd aztán te is ötte elkülhatsz meg Varga, azt nehéz kérdezik, mert nem szól még hol, de valahol el fogom sütni ezt. Szóval Hiller azt mondta, hogy neked mindenhol el kell mondani. A egyik legfontosabb dolog az, hogy 18 éves tankötelezettség. Ez botrány az, hogy 16 éves korban ezt megállítják. Ez olyan rossz üzenet. Olyan rossz üzenet. Most hagyjuk a szépét, mit gondolunk arról, hogy milyen társadalmi csoportnak üzen ezzel a hatalom. Akkor is nem lehet a gyerekeinket 18 éves korig ott kell tartani az oktatási rendszerben. Legyen az bármi, kerüljön az bármennyibe, és legyen annak bármilyen következménye bizonyos térségben. És van két fontos dolog, amit fogunk javasolni, 9 osztályos alapfokú képzés és kötelező angol. Eljegyenek meg, nem orosz, angol. Tehát kötelező angol. Van egy olyan szám, ami azt szokta bemutatni, hogy egy országban nyelvtudás milyen. Magyarországon a szám 1,1. Tudják, mit jelent? Azt jelenti, hogy a magyar emberek 10%-a beszél valami idegen nyelven. Ugyanez Hollandiában 2,2. Könnyűbb nekik, mert ugye két nyelvű az ország, de akkor is 70%-a az országnak egy harmadik nyelven is tud. Magyarországon 10% beszél idegen nyelven. 2017 Magyarországon. Ezt kérem, hogy nagyon-nagyon véssék az eszükbe. És amit már régebben is mondtuk, megígértünk, ezt szeretnék újra megerősíteni, hogy az első diploma legyen mindenki számára ingyenes. Tehát egy nagyon fontos dolog, ami a felsőoktatást illeti. Az egészségügyről is szóltam, beszéltem, nem is akarok ebben most különösen belemenni. Itt egyértelműen azt látom, hogy rendszer szerű bajok vannak. Egy nagyon intenzív béremelést itt végre kell hajtani, nyilván csökkenteni kell a várólistákat, és ami a legfontosabb, hogy újra a teljes körű társadalombiztosítás irányába kell elmozdulnunk. Tehát az állami forrásokon túl kell egy olyan forrás teremteni, amelyik az emberek befizetésétől függ. Szeretnék, hogy jó hírt, azt számoljuk, azon gondolkozunk, hogy akinek nincs olyan típusú aktív bevétele, a munkanélküli, a nyugdíjas és a gyerekek számára az állam vállalja át átmeneti időszakra ezt a fajta társadalombiztosítási befizetést. Nem olyan régen egy másik sikeres polgármesterrel tudtam találkozni, Tóth Jóska 13. kerület, és nem tudom, olvasták-e, hallották-e, CT gépet vett 13. kerület. Hallották? Mondják, hogy bólogatnak az emberek, hallották a dolgot, úgyhogy majd kell ezen gondolkodni. Szóval CT gépet vett a 13. kerület. És te még itt ultrahangról beszélsz. Szóval a 13. kerületek számára ingyenes a szűrés. Önök szerint hány évtizedig lesz még Tóth Jóska polgármester a 13. kerületben? Ez csak zárni veszünk, ez csak egy kvíz kérdés, majd a végén le lehet adni a válaszokat. Nem tudja elintézni a Tóth Jóska azt, hogy az OEB befogadja és finanszírozza ezt a szolgáltatást. Közben halljuk, most nem tudom a neveket, mert nem jegyzem meg erre a kis időre, valamelyik nagyfejesnek a rokona az 5. ilyen centrumot nyitja valahol, és dől hozzá az állami pénz, az állami támogatás. A Tóth Jóskáék tehát ingyen a kerületi lakosoknak, és egyébként dolgoznak a piacra bizonyos szempontból. És azt mondja, hogy ez a rész, ez azt jelenti nekik, hogy körülbelül évente 70 millió forintot kell beletenniük. Szerintem nektek is beleférne valamennyire. Vagy nyilván meg kell venni a gépet. Tehát, hogy azzal, hogy a piacra is dolgozik, tulajdonképpen 70 millió forintos önkormányzati ráfordítással lehet azt megcsinálni, hogy egy lokális helyen gyakorlatilag megoldja azt a szolgáltatást, amire Magyarországon több éves várólista van. Ha meg lehet csinálni kicsiben, miért nem csináljuk meg nagyban? Erről szól az, hogy amikor azt mondjuk, hogy legyen egy igazságos és normális Magyarország. Na most beszéljünk a nyugdíjakról. Nem volt erről most szó, ugye? Nagyon sokan azt mondják nekem, hogy hát az MSZP mindig a fórumokon csak nyugdíjasok vannak. Én nem így látom, tehát nyugodtan, csak a fiatal is van. Szóval azt mondják, hogy nyugdíjasok pártja, meg például. Én megmondom őszintén, én ezt nem szégyellem. Legyek fel nyugodtan. Az asszony írja, menjen is fel. Nehogy azt mondja, hogy itt a Molnár fórumon volt, és soha nem fogják elhinni magát. Szóval, de igazolás tudom. Szóval,
Én abszolút büszke vagyok erre, most őszintén mondom. Miért kéne azt szégyelni egy pártelnöknek? Miért kéne szégyelni azt egy pártnak? Hogy egyébként a tagjai, a szimpatizásainak a többsége egy olyan korosztály, amelyik elképesztő életük mögött, életutat élt végig. Akik végigéltek olyan korszakokat Magyarországon, ami tényleg egy nagyon nehéz történelmi időszak volt. És itt vannak, és egy becsületesen leélt aktív munkaidőszak után szeretnének normálisan megöregedni, normálisan élni, hozzáférni mindahhoz, amit egyébként egy normális világban az időskorúak számára jár. Én egyáltalán nem szégyellem azt, sőt büszke vagyok arra, és nagyon szeretném mindenkinek mondani, hogy igen, a Magyar Szocialista Párt az a párt, amelyik a nyugdíjasokat képviseli. És üzenjük Gözsi néninek, hogy csúnyán átvágták abban a videóban. Tehát mondjuk neki, hogy lehet, hogy beépítették a fürdőt, de viszont csúnyán át volt máshol vágva. És azt tudom önöknek mondani, akkor megkapják ezeket a 10-20 ezer forintokat, egyébként itt van Kóros Lajos 2009-ben a nyugdíjprémium dolgát ő nyújtotta be a parlamenthez, csak azóta elfelejtették ezt leporolni, és most a választás környékén úgy tűnik, hogy fontos lett. Szóval azt szeretném mindenkinek mondani, hogy amikor megkapja a 10-20 ezer forintos pénzt most, akkor mondja azt, hogy köszi, köszönjük, ezt elrakjuk, és már csak 80%-kal tartoztok, mert elloptátok a pénzünket. Tehát ez nem úgy van, hogy jár, hanem a lopott pénzből most visszaadtatok végre, rohadtak 10%-ot. Ezt mondjátok mindig, hogyha megkérdezik ezt a dolgot. Az a felfogásuk, és nem szeretnék erről nagyon hosszan szólni, Magyarországon még mindig több százezer ember 50 ezer forint alatti nyugdíja, és millió körül van az, akinek 100 ezer forint alatti nyugdíja. Hogy legyen világos. Az a szocialista párt alapvető tétele az igazságosság programján keretén belül, hogy nyugdíjplafon nem azért, mert irigyek vagyunk, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy nem a nyugdíjból kell azokat a fajta extra dolgokat finanszírozni, és alul pedig egy gyorsabb felzárkóztatás. Tehát az 50-100 ezer forint alatti nyugdíjakat sokkal gyorsabb ütemben kell felzárkóztatni. Össze kell zárni ezt az ólót. Egyértelműen azt mondjuk, azt javasoljuk, hogy az, amit ők nem csináltak meg, át kell térni a vegyes rendszerre, bár ahogy már annyira szakemberek, a nyugdíjasok tudják, hogy a svájci indexálás jelenti. És azt mondjuk, hogy megduplázzuk a nyugdíj minimumot, mert hogy ez mondjuk az elmúlt években nem változott, és ehhez nagyon sok minden kötődik. És van két olyan ügy, ami miatt engem nagyon gyakran kritizálnak, de akkor is egyre hangosabban és egyre bátrabban mondom, mert nem baj az, ha van kritika. Szóval igen, független attól, hogy mit gondolnak arról, hogy egy gazdasági válsághelyzetben mit tett egy szocialista, szabaddemokrata kormány, mégis azt mondjuk, hogy most nekünk erkölcsi kötelesség arról beszélni, vissza kell adni a 13. havi nyugdíjnak megfelelő egyszeri ellátást, egyszeri pénzt a nyugdíjasoknak. És azt számoltuk most itt a kollégákkal, és szándékosan nem 13. havi nyugdíjt mondok, hanem 13. havi nyugdíjnak megfelelő egyszeri ellátást, hogy egyszeri 120 ezer forintot mindenki megkaphat. Ez azt jelenti, hogy több millió embernek, akinek 120 ezer forint alatt van a jövedelme, annak nem egy havi, hanem több, és néhánynak pedig nyilván kevesebb, de ő neki egyébként is magasabb a jövedelme. Ezt kiszámoltuk, ez körülbelül 250 milliárd forintból megcsinálható. Tehát az erkölcsi döntés a következő, és azt kell mindenkinek a fejébe lenni. Úszó vízilabda világbajnokság, Puskás stadion, vagy pedig 2,7 millió nyugdíjas. Mi tudjuk, hogy melyiket választjuk, mi ezt választjuk. Másik pedig az, hogy igen, továbbra is kitartunk amellett, hogy a 65 év felettiek krónikus betegség esetén a házi orvos javaslatára ingyen kapják a gyógyszereket. Tudjuk azt, a nyugdíjasok számára két nagyon nagy gond van. A lakhatás, a rezsi, széles értelemben, és a gyógyszerhez jutás. Ha ebből az egyiket, legalább az egyiket meg tudjuk könnyíteni, másikra is vannak javaslatok olyan lakbértámogatási rendszerre, de ha az egyiket legalább meg tudjuk könnyíteni, akkor azt gondolom, hogy az élet minősége jelentősen javulhat. Egyszer még régebben voltam egy konferencián, ahol én polgármester, mi kezdtük el ezt a 60 plusz programot, hogy a 60 éves
éves kor fölött, nem azt mondjuk csak, hogy csak egészségügyről beszélünk, csak nyugdíjról, hanem azt mondjuk, hogy a munkatípusú aktivitás befejeződött, és egy más típusú aktivitás veszi kezdetét. Magyarországon meg nem így van. Magyarországon meg ilyenkor csöndben megöregszünk. És voltam egy konferencián, egy reklámpszichológus volt ott, és azt mondta, hogy nézzék meg, hogy milyen reklámok vannak Magyarországon a 60 év felettieknek, és mi van Nyugat-Európában. Nálunk a protézis ragasztó, látás, inkontinencia, ott pedig az, hogy próbálja ki a bungee jumpit még egyszer, vegyek kabriókot, már úgyse kell gyerekülésbe rakni, tehát most nem akarom. Tehát csak azt akarom mondani, hogy egészen más dolog. És a német nyugdíjas azt mondja, hogy egész életemben az, hogy kizavart mindig a kis kertünkbe vágni a fűnyíróval a füvet, majd túlok, veszek egy kis traktor, csak azért is, és most traktorra fogok ott a udvaron menni, mert megteheti. És erről beszélek, amikor azt mondom, hogyha képesek vagyunk arra, hogy ebből az egyébként szolid pénzből valamit félre lehessen rakni, akkor azt gondolom, hogy egy új minőségű, új típusú aktivitást is lehet adott esetben kínálni a nyugdíjasoknak. Felteszik azt a kérdést, hogy és akkor vajon Andy Vajna a kedves feleségével, ha lemegy, tiszteltetem az ekotérét, az Andy Vajna kedves feleségével lemegy, akkor ingyen kap gyógyszert? Erre az a válaszom, hogy hányszor látták Andy Vajnát ingyen a metrón utazni, annyiszor fog gyógyszert is vásárolni, úgyhogy emiatt ne izguljunk szerintem. Körülbelül ez 30 milliárd forint, csak mondom, 30-40 milliárd, úgy számoljuk ez a mondok, tehát ráadásul nem is annyira jelentős összeg. No, szeretnék egy dologról még itt szólni, ami picit pluszként konkrétumok közé bevettem, ez a nőkkel kapcsolatos ügyek. És most lehetség félre, nem arról akarom beszélni. Én most voltam a nőtagozatunk 25 éves ülésén, és annak kapcsán gondoltam ezt végig, és azért tartom ezt is fontosnak, hogy itt is elmondjam önöknek. Szóval engem nagyon mélyen megdöbbent az, hogy magukat konzervatívnak, jobboldalinak valló politikai pártok és politikusok milyen elképesztő módon gondolkoznak a nőkről, a nők szerepéről a mai világban. Szóval szeretném azt mondani, hogy 2017 van. 2017 és állítólag Európában vagyunk. És amikor a már említett Kubatov Gábor kiáll egy konferenciára, vagy kiáll egy beszédre, és azt mondja, hogy az életében ő már mindent elért, sok mindent, fiát kitanította, szép szakmája van, szépen halad előre az életben, már csak egy feladata van hátra, hogy jól adja férjhez a lányát. Mit gondolhat egy ember a nőkről, ha a saját lányáról így gondolkozik? Hogy neki már csak az a dolga, hogy találjon egy ilyen, gondolom ez azt jelenti, hogy módos, hogy azt jelenti, közel legyen az Orbán családhoz. Nem tudom, mit jelent a Fideszben jól férhez adni a lány, de azt jelenti, hogy ilyen módon gondolkoznak a nőkről. És ott ülnek abban a frakcióban, és senki nem mondja azt, hogy tűnjél már innen a fenébe az a polgármester, aki jó megveri az asszonyt hazafelé vehet, majd azt mondja, hogy átesett a vakkó, mondom. Szóval tényleg azt mondom, hogy ebben itt nagyon-nagyon nagy a probléma Magyarországon, ezért nyilván a politikai tételeink közé föl fogjuk venni azt az alapvető kérdést, egyenlő munka, egyenlő bér, és egyértelműen azt szeretnénk, hogy nagyon világosan és egyértelműen női politikusok szerepét a saját pártunkban megemeljük és erősítsük. Ez egy nagyon fontos kérdés. És még egyet szeretnék itt mindenki előtt elmondani, hogy mondja ezt bárki Magyarországon, akár a saját pártunkból valaki, akkor is azt mondom, hogy a zaklatási ügyek kapcsán az áldozat hibáztatása egy ocsmány dolog. Azt nem szabad senkinek megtenni. Bárki, bármit gondol ezekről az ügyekről. De ezt kérem, hogy vegyék tudomásul és fogadják is el ezt tőlük a következő időszakban. Nos, szeretnék itt egy picit most azért szólni a saját belső dolgunkról, mert ugye a tegnapi nap megint azzal kerültünk be a sajtóba, hogy az egyik pártársunk kilépett a pártból. Én nagyon sajnálom. Horváth Imrét. Nagyon hosszan beszélgettem vele tegnap előtt. Nekem elmondta az ő kétségeit, dilemmáit ennek kapcsán. Tényleg nagyon őszintén szeretném mondani, hogy egy politikai célt kell saját magunk számára megfogalmazni. És ezt próbáltam önökkel most itt érzékeltetni a este során. Hogy félre kell tenni néha a saját személyes dolgunkat. Félre kell tenni egy picit néha azt, hogy mi lenne a pártnak a jó.
Azért, mert ezt a hatalmat le kell váltani. És minden más majd utána, amikor már azon túl vagyunk, minden más majd utána rendezhető és megoldható. És azt kérem, hogy legyen mindenki számára világos, amit az elmúlt pár hónapban csinálunk, amit néha tudom, amikor beszélgetek itt a helyi pártemberekkel, néha tudom azt mondják, hogy tényleg ti teljesen megvagytok már bolondulva, mit csináltok már? Egyet mindenki értsen meg, hogy az van a fejünkben, hogy ezt a hatalmat egy párt nem tudja leváltani. Össze kell állni. Magyarországon akkor lesz kormányváltás 2018-ban, ha elő lehet állítani azt, hogy három lehetőség közül válasszanak az emberek. Az egyik lehetőség az, hogy maradjon-e így, ahogy van minden. Nincs semmi dolga, Orbán Viktor vagy pedig maradjon otthon. Akarja-e valaki, hogy menjen az ország még jobbra? Én azt mondom, hogy ne. Ráadásul ne dőljünk be a cukiság kampányoknak. Mert azért lehet, hogy valaki most vizslával fotóztatja magát és eljátsza, hogy az unió legnagyobb barátja, de mégis azt gondoljuk, hogy azért titokban a gárda mellé ott van a gardróba, és esténként csak felpróbálja és feszít a tükörön. És mi a túrónak szavaznánk egyébként egy olyan pártra, akiről nem tudjuk, hogy mit akar, és valójában azt gondoljuk, hogy ez a Fidesz azon lájtos verziója, aki még nem volt hatalom. De megértjük és látjuk azt, hogy az emberek egy része úgy gondolja, hogy erre fele kell haladni. De mindenki másnak azt javasoljuk, aki egy, még egyszer mondom, normális, igazságos és európai Magyarországot akar, hogy a szavazzon rá. Itt a probléma, hogy ki az a ránk. Nem lehet hat ránkot mondani, ugye most nem tudom, van-e ilyen szó, de most ilyen, most itt beszélve. Szóval, nyilván Magyarország az vezérelő ország. És ezt nagyon komolyan fel is építi a jelenlegi hatalom. Nekünk volt egy ajánlatunk a demokratikus ellenzéki pártoknak egy vezetőre. Ezt az ajánlatunkat nem fogadták el. A kinyújtott kezünket elcsapták. Megértettük, tudomásul vettük. Visszaültünk ahhoz az asztalhoz, és újra beszélgetni akarunk arról, hogy mi a megoldás. De szeretnénk mindenkinek újra és újra elmagyarázni, hogy bármiről beszélünk, én mindig arra gondolunk, hogy akkor van győzelmi esély, ha egy kihívója van a Fidesznek minden egyes körzetben, és megállok egy pillanatra, Kárpáti Lajos szeretnék bemutatni itt a maroknak, mert hogy hol van? Lajos, gyere már! Az a nagy helyzet, miért nem ültél előre, szerény vagy mi? Mert az a helyzet, hogy itt mi döntöttünk, és ennek a térségnek akkor a országgyűlési képviselő jelöltje egyelőre akkor Kárpáti Lajos, tapsoljátok meg még egyszer. Ráadásul nem akarok elárulni titkot, mert mindig ilyenkor a tévék rámugranak, hogy akkor most van megállapodás, vagy nincs megállapodás, de elmondom nektek, nem hallja ezt most senki, hogy ezt a körzetet nem kéri senki, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy nem szóval. Szóval, azt szeretném tényleg nagyon őszintén világosan tenni, hogy engedünk sok mindenből. Készek vagyunk sok mindent feláldozni. De egyet meg kell érteni, csak akkor, ha azt látjuk, hogy győzni akarok. Simliskedni, ügyeskedni, játszmákat játszani nem fogunk hagyni senkit. Akkor fel fogunk állni, megcsináljuk magunk. Mert egyébként meg tudjuk csinálni, és csak mi tudjuk megcsinálni. És azt kell mindenkinek megérteni. Az elmúlt néhány hónap az okosabbak már látják és értik, hogy nem igaz az a politikai tétel, amit mindig mondtak. Hogyha az MSZP nem lenne, akkor a helyén milyen klassz jó kis párt felnőne. Nincs ilyen. Az MSZP szavazók nem eladók. Az MSZP szavazók nem változtatják meg az álláspontjukat. Néhány százalék átmozdult, de a legtöbb azt mondta, hogy ha nincs kire szavazni, inkább nem megyek el. Ma már az okosabbak értik. Nézzék meg, ha hazamennek a DK elnökét, most idefel a kocsiba olvastam a nyilatkozatát, már ő is azt mondja, mert ő egy okos ember, hogy az MSZP nélkül nem lehet. A
demokratikus oldalon a kormányváltást megcsinálni. Ezt kell mindenkinek megérteni, hogy tessenek minket békén hagyni, tessenek hagyni minket dolgozni, mi készen állunk arra, hogy megállapodjunk. Még egyszer mondom, nem fogadjuk el azt, hogyha valaki ügyeskedik, ha valaki szórakozik velünk. Van egy bizonyos határ, én még egyszer mondom, el fogunk menni ebben az ügyben a falig. Van egy nagyon jó barátom, miskolci polgármester, Csicsa Varnalci, nem ő a polgármester, Káli Sanyi volt Miskolc polgármester, nem voltunk egyszer ott Miskolcon, és ott mondta azt, hogy 37 éve járok futballmérkőzésekre, és mondom nektek, hogy Laci is nagy futballszurkoló, de még olyan fiatal, hogy nem tudja ezt elmondani, hogy 37 éve, és DVTK rajongó, amit egyébként pontosan nem értek, hogy igen, hogy a túróba jut az ember egy ilyen döntésre, de hát nyilván nem vagyunk egyformák. Szóval, és azt mondta Káli Sanyi, hogy 37 éve járok meccsekre, és messziről megérzem a bunda szagát. És azt mondta, hogy szerintem most itt legalább a fele bundázik a csapatnak. Mármint most itt a ellenzéki oldalnak mondom. Na most ugye fejtsük ezt meg, nem akarok senki bántani, kérdés lehessen. A bundázás itt azt jelenti, a mi esetünkben, hogy nem 18-ra készül. Hanem úgy gondolja, hogy 18-ban csak a start pozíciókat kell elfoglalni. Az igazi meccs majd 22-ben van, nem barátai. Ez a meccs 18-ban van. A 22-es meccsre később lesz a casting. A 22-es meccsre később fognak szövetségkapitányokat jelölni. Most a 18-as meccset játsszuk be. És aki ebből kiszáll és taktikázik, az magyarázza el a saját választóinak, hogy mi a túrót csinált. Lehet 1%-os pártoknak, akik ott vannak Budapesten azzal szórakozni, hogy ők egyébként le tudnák váltani ezt a kormányt, de valójában egyetlen egy esélyünk van. Ha mindenki félreteszi a saját egóját, elfogadja azt a helyzetet, ami most van, megtaláljuk azt a lídert, akivel a csatába lehet menni, képesek vagyunk arra, hogy minden egyes körzetben egy kiváló Kárpáti Lajos találjunk, már itt megvan, most már csak a többiben kell megtalálni, és ha már ez mindez megvan, akkor csak nagyon halkan hozzátesszük, hogy ha már ennyi mindenben megállapodtunk, egy közös lista csak belefér ebbe a dologba, és akkor tulajdonképpen ki is pipáltuk a saját fogdeszusi határozatunkat. Mi továbbra is erre készülünk, és ezen fogunk dolgozni. Meg tudjuk csinálni, meg akarjuk csinálni, és meg is fogjuk csinálni ezt tovább. Mondani ezt. Azt szeretném nektek mondani, hogy és egy picit most a saját tagjaimnak szeretnék szólni, meg egy kicsit befelé beszélni. Az a kérésem, hogy a következő 130 napban, ha lehet, ne olvassatok blogokat sokat, jó? Mert át az egészséget. Nem tesz jót, tehát nagyon rosszul érem meg, hogy reggel fölkelek, és az első 8 telefon arról szól, hogy olvastad? Nem, mert hát nem. És ugye az a probléma, hogy mi olyanok vagyunk, hogy belenézünk a tükörbe, és nem azt látjuk, ami tényleg van, egy csinos, fiatal hölgyet, ura, hanem azt látjuk, hogy hogyan látnak vajon minket. Általában azzal foglalkozunk, hogy hallottad, azt írták rólunk, hogy nem érdekes. Most egyet tehetünk, hogy meg kell próbálni végigmenni ezen az úton. A frakciót autó egyeskerek sokszor hallották tőlem ezt a történetet, de most utoljára elmondom önöknek. A történet egy süket béka az a címe, és így meg is le is lőttem a point. Az a helyzet, hogy az erdőben fára mászó versenyt rendeznek a békáknak. Az állatok körbe állják a fát, békák elkezdenek fölmászni, és azt mondják, hogy az állatok, hogy hát, békák, fára, ugyan már. Úgyse tudnak felmászni. Puff, egy béka lesz is. Hát, nézd már, milyen suta, össze-vissza kavarja a lábát. Puff, meg ide esik egy. És így jött mindenki, hogy egyszer csak, látják, hogy egy megy egy föl, mindenki már leesik, egy béka fölmegy, fölmegy a tetejére, visszajön, körbeállják az állatok, hogy figyelj, de mindenki leesett. Ez a senki nem tud felmászni, te nem fel, mi a titkod? Nézd, oda meg több béka, vagyják már süket. Szóval az a lényeg, hogy ne figyeljünk most arra, hogy mit mondanak körülöttünk. Fel kell mászni a fára, végig kell menni az úton. Hagyják azokat a karosszék forradalmárokat, hagyják ezeket a bloggereket. Mi tudjuk, hogy mit kell csinálni, és végig is fogunk menni az úton. Bízzanak bennem, bízzanak bennünk, és higgyék el, hogy meg tudjuk csinálni. 2 bizonytalan, 3 hónap alatt. Ha megcsinálják, megnyerjük a választást. Köszönöm szépen.
hogy itt gyűjtöttek kérdéseket ott a bejáratnál, igaz ez? És hogy ezt tudták-e önök? Ez egy nehéz kérdés, mi? Hallottam, hogy más pártból is vannak itt megfigyelők. Elégedettek voltak? Most az a kérdés, hogy mit csináljuk? Hogy az is lehet, hogy azt van a tapasztalat, elmondom, mi van, hogy most elkezdünk beszélni, akkor önök lesznek türelmetlenek, hogy beszélj gyorsabban, meg gyorsabban. Szedtek össze nekem kérdéseket, ha idehozzátok, én azokat megválaszolom. Ha valaki nagyon úgy érzi, hogy szorult még vele valami, nyilván nem fog erről van, hogy ígértem az elején, köszönöm szépen. De aztán utána elengedem magukat haza, és gondolkozzanak, jó? Két embert kell megnézni. Ez a lényeg, ezt sokkolják magukat. Hát ez óriási. Látták, hogy itt van Kóros Lajos. És ez igaz? És mit terveznek az MSZP nyugdíjasokkal? Szerintem most az a helyzet, hogy most a Kóros nem hagyom beszélni, mert zsenőt, de szerintem elmondtam, nem? Többé-kevésbé ezt a dolgot. A Lajos ennél sokkal részén el tudja mondani, hogy hogy lesz majd ennek a belső cizellátsága és árnyalata, de a lényeg az, még egyszer szeretném mondani, a felfogás. Alul több lehetőséget teremteni, felül korlát, minimum nyugdíj dupla, és 120 ezer forint egyszeri pénz, és az ingyen gyógyszer kivételenni bajnak. No. Miért nem tárgyalunk keményebben? Ezt szokták nekem mondani, hál' Isten nem otthon, de szóval erről nagyon sokat beszéltünk mostában elnökségem. Nem tudom, tényleg, megpróbálom még egyszer elmondani, és én a picit a személyiségemből is következik, meg szerintem a helyzetből, hogy január-február környékén mi úgy tűntünk Magyarországon sokaknak, akik nem ismertek minket, hogy miattunk nincs összefogás. Emlékeznek erre az érzésre? Mintha mi itt nagyon, nagyon erőszakosak lennénk, mintha mi nagyon, nagyon, nagyon csak magunkkal foglalkoznánk. És tudják, van egy ilyen helyzet, legalábbis én így gondolom a politikában, amikor van a ló és az egyik oldalára átestünk. Akkor célszerű ilyenkor előbb átugrani a ló túloldalára, és majd onnan felülni. Tehát most átugrottunk a ló túloldalára, ez igaz, elfogadom. Most ma mi úgy vagyunk vele, hogy rajtunk nem múlik. Mi mindenben, mindenféle módon együttműködünk. Most vagyunk abban a helyzetben, és erről most sokat beszéltünk hétfőn, és fogunk megint hétfőn erről sokat beszélni, hogy most készen vagyunk arra, tudjuk körülbelül, mik az arányok, megtesszük a végső ajánlatunkat, és azt mondjuk, hogy errefele megyünk. Ezt akarjuk, el kell kezdeni kampányolni. Nem értjük azt, hogy miért van az, hogy még mindenki mindig technológiai kérdésekről beszél, közben pedig mennénk ki az utcára. Nyilván Lajos is menne ki, nyilván az összes egyéni képviselő, aki itt van, menne ki az utcára és csinálna a kampányt. Mert egyben biztosak lehettek, hogy bárki bármit mond, hálózata, rendszere ma három pártnak van Magyarországon csak. Az egyik pénzért csinálja, nem mondom melyik, tudjátok, a másik felfelé építi, és valahol tart, szerintem többet vetítve, többet mond arról, hogy hol áll, mint amit mi tényleg, és mi pedig megvagyunk. Nekünk ezt kell felmutatni a mi kampányunk, mivel ez egy más típusú kampány lesz, sokkal inkább arról kell majd, hogy szóljon, hogy a földharcban nekünk kell győzni, az emberekkel kell beszélnünk, de ezt el kell kezdeni. Tehát nem fogjuk tovább húzni az időt. Nem mondom, hogy ultimátumot adunk, mert abban maradtunk, hogy ezt a szót nem használjuk, de félig meddig az a lényeg, hogy egyértelmű és világos határkontot szabunk annak, hogy meddig kell megállapodni. Készen állunk arra, hogy a jelenlegi kis pártokkal is megállapodjunk, és nyitottak vagyunk az LMP felé is. Megértettük, hogy ők most egy másik utat járnak. Azt szeretnénk kérni, hogy már több szocialista politikus ne csábítsanak át, mert úgy azt gondolnánk esetleg, hogy nincs elég emberük. Tehát most már mutassák meg, hogy ők hányan vannak újra csomagolás nélkül. Hogy bírja azt, hogy mindenki az MSZP-t bántja, pedig ennek, hát ez egy véletlenül pont válaszolt a másik fel, ennek a pártnak van mindenhol szervezetes tagsága. Nézzék, egy biztos dolog van, a 2018-as választásnak egy tétje biztos nincs, hogy az elnök jól érzi magát, vagy sem. Ez nem tétje a választásoknak.
amikor valaki a szocialista párt elnöki posztjára vállalkozik, akkor az pontosan tudja, hogy ez nem arról szól, hogy tulajdonképpen döntenie kell egy hónapos hajót mondjuk Bahamákra, vagy pedig az ember két évig az MSZP elnök. Ez a kettő nem hasonlítható egymáshoz. De mégis azt mondom, hogy egyet biztosan elhihetnek rólam, aki ismer engem, hogy én ütésálló vagyok, én bírom az ütéseket. Azt nagyon nem szeretem nyilvánvalóan, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a búvárkunc szocialista változatát kívánja előállítani, mert az nem jó, aki belülről fúrja a hajót, az el fog süllyedni a hajóval együtt. Ez egy nagyon fontos dolog, de ezt befelé elmondtam már sokszor a barátoknak. Az pedig, hogy kívül támadnak minket, annak az az egyetlen egy oka, hogy vannak olyan politikai pártok, ezt a bundázás kapcsán már mondtam, akik nem tudnak új szavazókat megszerezni, a meglévő tortát szeretnék másképp szeletelni. Ehhez nem leszünk partnerek. De abban nagyon kérem, hogy ti is, önök is, mindenki segítsen nekünk, hogy ebből a helyzetből ki kell magunkat keverni. Ki kell abból a helyzetből magunkat keverni, hogy az a klasszikus rendőr, is nem tudom, ismerik el, a rendőrök utálják, hogy őket mindenki lehülyézi, és megtanulnak a vízen járni. Ismerik el, elmondom. Tehát utálják azt, hogy mindenki őket lehülyézi, és megtanulnak a vízen járni. Mennek ott flangálnak a Dunán, az emberek állnak, és meg nézze, hülyék még úszni se tudnak. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy ebből nyilván ki kell saját magunkat egyértelműen hozni. Mi ezen dolgozunk, higgyék el, és igen, az a felismerés, amit próbáltam elmondani, hogy van szervezetünk, van hálózatunk, az emberek megszoktak minket, ismernek. És tudják, most eszembe jutott valami, ezt nem mondtam meg közben, hogy szerintem az elmúlt 10 év legjobb politikai mondatát egy elemző cég, egy katalógus kapcsán, vagy egy ilyen kutatás kapcsán adta most Magyarországnak, nem tudom, olvasták egy pár hete meg, Policy Solution, nem akarok egy reklámot csinálni, volt egy konferencia, csináltak egy anyagot Magyar Állam címmel. És a következő volt a szlogenje. Szerintem ez a legjobb megfejtés Magyarországról, hogy a magyar emberek többsége Svájcba szeretne élni Kádár János vezetésével. Na most ez a kulcs. Tehát azt szeretném önöknek mondani, hogy igen, mi pontosan tudjuk, hogy mi az a párt vagyunk, akinek vannak hagyományai, és büszkék vagyunk rá. Mi büszkék vagyunk arra, hogy Kornyula pártja vagyunk. Mi büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk az a párt, aki foglalkozik azokkal, akik a saját erejéből nem tudnak változtatni az életükön. Mi nem egy szűk elit pártja vagyunk, mi valóban kis emberek pártja. A keményen dolgozó kis emberek pártja, hogy valaki használta. Miért nem akar Gyurcsány közös listát, miközben eddig ő követelte? Ezt a kérdést majd szerintem egyszer, hogyha erre jár elnök úr, akkor tegyék fel neki. Én csak annyit... Itt volt? Na, csak annyit szeretnék mondani. Én az ember nagyon figyelmesen olvassa a mások beszédeit. Ha most látták éppen a valamelyik újság a 2013. november 8-i fontos gondolatait és az október 23-án elmondott beszédét közölte Gyurcsány Ferencnek, aki gyakorlatilag a szívemből beszél. Ki elmondta, hogy csak egy megoldás van, közösen, együtt, mindannyian. Ezért most én nem próbálom megfejteni, mi van az ő fejében most 2017. novemberében. Én egyet kérek csak a DK tagoktól, a párt demokráciától. Szerezzenek érvényt a saját pártszavazásokon. Ők 96%-kal szavaztak, amikor Botka Laci azt mondta, hogy 96%-kal szavaztak arról, hogy közös lista Gyurcsány Ferenc. Itt állunk készen, várjuk Ferencet, közös lista pedig akkor lesz, ha jönnek. Szerezzenek érvényt ennek a szavazásnak. Még egy nyugdíj, de Lajos, te egy keveset dolgoztál, meg egy nyugdíjas kérdés volt, de akkor itt van nyugdíjakról többet nem beszélünk. Ez is tulajdonképpen olyan, amiről beszéltünk, hogy miért kell az MSZP-nek más pártokra várni. Nézzék, nagyon erős nálunk az a gondolat, hogy meg tudjuk mi ezt magunk is csinálni. De szerintem a politika és a történelmi felelősségünk ebből a szempontból más. Mert mi van, ha nem sikerül? Mi van akkor egyébként, hogyha a bizonyos szempontból mégsem úgy alakulnak a dolgok? Tehát mondok egy lehető látszó, nem ide tartó dolgot, meg fogják érteni. Én azért döbbenek meg és határolok el attól, hogy a budapesti értelmiség elkezdett jobbikozni, elkezdett a Jobbikkal példálozni, mert nem lehet azt megcsinálni, a szavazóink egy része úgy gondolja, hogy lehet szavazni a Jobbikra. Ez a Lacéknál Észak-Kelet Magyarországon, ez borzasztó probléma lesz perceken belül. Ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés.
És ez a választás az utolsó percben fog eldőlni. Ez kivételes olyan választás lesz Magyarországon, hogy az utolsó percig a mérések nem fognak igazából mutatni végeredményt. De ezzel már egyszer hivatkozott 2002 is, mert aznap még Dajs Tamás bejelentette, hogy a Fidesz folytatja a kormányzást, emlékeznek. Az exit poll alapján, és utána később derült, hogy vesztettek. Az utolsó percig bizonytalan lesz. De egyet biztosan tudunk, hogy ma Magyarországon többen akarnak kormányváltást, mint az, hogy ez a kormány maradjon. Ezek az emberek az utolsó pillanatban oda fognak szavazni, ahol az erőt látják. És azért kell nekünk erőt mutatni, azért kell nekünk összefogni, mert erő, a kormányváltás esélye csak együtt felmutatható. Egyébként pont ilyen Veszprém megyei példát ad, mondjam, látom ott a Veszprém megyei elnököt is szerényen meghúzódni hátul. Pont ezzel a megyével szoktam példálozni, hogy egy Veszprém időközi választáson, ha az emberek úgy gondolják, hogy egy független fiú meg tudja verni a Fideszt, akkor rá fognak szavazni, kész voltál. És amikor azt gondolják, Kapolcát tőle húzta, pedig egy kiváló jelöltünk volt, idefele még itt voltál, ott van, ha azt gondolják, hogy a Jobbik meg tudja itt verni, akkor rá fognak szavazni, és a Jobbik tőle x kilométerre lévő Ajkán Kapolcán pedig ő fog nyerni. Tehát az emberek el tudják dönteni azt, hogy ki az esélyes, és oda fognak szavazni az utolsó pillanatban, aki esélyes. Tehát a politikai feladat, és erről beszélünk mi, amikor programról, amikor személyekről beszélünk, hogy az esélyes, a kihívó, a lehetséges változást megjelenítő szerepet kell elfoglalni. Ezen kell dolgozni, ezt pedig csak együtt tudjuk megcsinálni. Tehát, hölgyek, urak, kedves barátaim, bízzanak magukba, bízzanak bennünk, próbálják meg a hitet és a reményt mindenkiben elhitetni, hogy meg lehet ezt csinálni, kettő ember kell meggyőzni. Még ez egyelőre csak arról, hogy menjenek el, a többit majd mi intézzük országosan, és akkor, hogyha ezt megcsináljuk, akkor ígérem, hogy egy igazságosabb, normális és európai Magyarország lesz. Szép estét kívánok, köszönöm!